több más országhoz hasonlóan a magyar kormány is energiaveszélyhelyzetet hirdet, és 7 pontból álló intézkedési tervet fogadott el. Azóta eltelt fél év, nézzük meg, hogyan áll a terv megvalósítása. A kormányhatározat első pontja arra szólítja fel az illetékes minisztereket, hogy tegyenek javaslatot a kedvezményes lakossági villamosenergia és földgáz szolgáltatás fenntartására. Vagyis, hogyan lehetne fenntartható a rezsicsökkentés. Azóta kiderült, hogy sehogy, hiszen alig egy héttel a határozat után a kormány árat emelt. Persze az igaz, hogy európai viszonylatban a magyarországi gázés ára már még most is alacsonynak számít, ugyanakkor, ha megnézzük az átlagjövedelmeket is, egyből más perspektívába kerül az alacsony ár. Remélhetőleg egy következő határozatban európai szintű átlagjövedelmeket is előír majd a kormány. A mátrai erőmű blokkjait minél hamarabb újra kell indítani. A kormány az év végéig jelentősen fokozza a hazai lignit kitermelést. Vagyis pörgessék fel a legszennyezőbb szénfajta égetését. Ezt a két pontot azért tárgyaljuk egyben, mert Magyarországon csak a mátrai erőmű éget lignitet, tehát a lignit kitermelését akkor van értelme növelni, ha fokozzák az erőmű termelését is. Ez viszont nem olyan egyszerű, és eddig nem is sikerült. Egyrészt a 60-as években épült erőmű elavult, tehát ha komolyan gondolják a további üzemelést, akkor a felújítást is meg kellene oldani. Az intézkedés teljesen figyelmen kívül hagyja azt is, hogy a mátrai erőmű, mint az ország legnagyobb széndioxid kibocsátó létesítménye, jelentős széndioxid kvóta vásárlásra köteles, és az egyre súlyosabb pénzekbe kerül. Összefoglalva tehát Greta Thunberg megnyugodhat, mert a lignit kitermelés és a mátrai erőmű felpörgetése egyelőre nem valósult meg. Magyarország 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárd köbméterre növeli a hazai gázkitermelést. De ha sikerül is elérni a 2 milliárd köbméter hazai termelést, ha megnézzük az ábrát, az orosz gáztól való függetlenség szempontjából ez a mennyiség nem oszt, nem szoroz. Tehát alig ha ez az a csodafegyver, ami megmenti Magyarországot az energiaválságtól. A kormány döntött arról, hogy a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását kezdeményezi. Míg az eddigi pontok inkább csak értelmetlenek voltak, ez a pont kifejezetten ijesztő. Egyrészt a mostani energiaválság szempontjából tök mindegy, hogy 10 év múlva, amikor paks működési engedélye lejár, meghosszabbítják-e az erőmű élettartamát. Másrészt az orosz függés sem csökkenne, hiszen a fűtőelemeket is Oroszországból hozzuk. De ami igazán félelmetes, hogy pár éve geológiai kutatások feltárták, hogy Paks alatt olyan törésvonal húzódik, ami miatt a helyszín valójában nem is alkalmas atomerőmű telephelynek a jogszabályok szerint. Az átlátszó akkor kiderítette, hogy Paks 2 úgy kapta meg a szükséges engedélyeket, hogy a földrengés veszélyt elhallgatták a hatóságok elől. Unortodox lépésnek tűnik, hogy 2 atomerőmű is működjön a törésvonalon. Persze, ha sikerül a földrengéseket is kormányhatározatokkal betiltani, akkor meg se szólaltunk. A kormány felhatalmazta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy további gázkészleteket szerezzen be. A cél az az, hogy a lehető legnagyobb mértékben álljanak rendelkezésre a tárolókban gázkészletek. Azt nem tudjuk, hogy mekkora mennyiség tárolására gondoltak itt, de mivel nincsenek ellátási zavarok Magyarországon, vegyük úgy, hogy a hétből ez az egy pont mindez idáig teljesítetett. A kormány kiviteli tilalmat rendel el az energiahordozókra és a tűzifára. Azért rendeltük el a kiviteli tilalmat, hogy ne kelljen egy darabbal se többet kivágni az erdőből, mint amennyire nekünk szükségünk van. És rögtön ki is derült, hogy nem betiltották az exportot, hanem bejelentési kötelezettség alá vonták. Novemberi adatigénylésünk időpontjáig minden bejelentett tétel, vagyis körülbelül 90 ezer tonna fa megkapta a kivitelhez szükséges engedélyt. Vagyis úgy lett betiltva az export, hogy közben továbbra is engedélyezve van. A lista végére érve kimondhatjuk, hogy az akcióterv elsősorban kommunikációs és nem energiapolitikai célt szolgál. Valami kevés érdemű megoldást nyújt a jelenlegi energiahelyzetre, az ellátás biztonságra, vagy korunk legjelentősebb civilizációs kihívására, a klímaválságra. Az érdemi lépések között olyanok lennének, mint például a magyar otthonok energetikai felújításának jelentős támogatása,
A magyar villamosenergia rendszer fejlesztése annak érdekében, hogy tovább lehessen növelni a napelemek arányát a rendszerben, vagy a szélerőművek betiltásának feloldása, hiszen sorban állnak magánbefektetők, akik szélerőművet építenének nulla közpénzből. Mindhárom lépés érdemben tudná csökkenteni az importált földgáztól és Oroszországtól való függőségünket, ha tényleg ez lenne a cél.